Jó napot kívánok, üdvözlöm az érdeklődőket. Ullmann Tamás vagyok, a Filozófia Tudományi Doktori Iskola vezetője, az ELTE BTK Filozófia Intézetének egyetemi tanára. A következőkben röviden szeretnék egy-két hasznos információt közölni a Filozófia Tudományi Doktori Iskola képzéséről, képzési rendjéről, a doktori iskolán belüli lehetőségekről. A legfontosabb adatok, ez egy fontos információ, az Országos Doktori Tanács honlapján találhatóak meg, tehát a doktori.hu honlapon. 1993 óta folynak filozófia PhD képzések az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán. A filozófiai tudományi doktori iskola jelenleg 11 programot működtet. Ez egy elég vegyes kínálat, majd látni fogják, hogy különféle tudományágak, nem feltétlenül közvetlenül filozófiai alapú tudományágak is csatlakoztak a doktori iskolánkhoz. Több mint 200 oktatónk van, regisztrált oktatónk, természetesen ők nem mind az ELTE oktatóik. Témakiírók több mint 100-an vannak, és jelenleg 60 aktív témavezető van, tehát 60 témavezetőnek vannak témavezetettjei. De mondom, az egy fontos információ, hogy nézzék meg a doktori.hu-n a legfontosabb adatokat a doktori iskolával kapcsolatban. Az ELTE BTK 5 intézete vesz részt a Filozófia Tudományi Doktori Iskola oktatásában. Elsősorban is a Filozófia Intézet, innét van a legtöbb oktatónk, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, ahol az esztétika tanszék, a film és média tanszék, valamint a kultúrtudományok. Továbbá a Művészettörténeti Intézet és a Vallástudomány témában pedig az Ókortudományi Intézet, illetve a Távol-Keleti Intézet is. A programjainkkal kapcsolatban az alábbi néhány információt mondanám el. Nem fogok mindegyik programról külön beszélni, itt látszik, hogy 11 programról van szó. A 11 programból külön választhatjuk azokat a programokat, amik szigorú értelemben a filozófia intézethez, tehát az ELTE BTK filozófia intézetéhez tartoznak. Ez az analitikus filozófia, az antik és középkori filozófia, az etika és politika filozófia, fenomenológia, az interkulturális filozófia, a logika és tudományi elmélet, illetve az újkori filozófia. Ezek klasszikus értelemben filozófia történeti témák, a filozófia történet különböző korszakaihoz kapcsolódnak. A legkiválóbb oktatók és kutatók csatlakoznak a programjainkhoz. Azt még fontos tudni, hogy a szigorú értelemben vett filozófiai programjainkra nem filozófiai diplomával is lehet jelentkezni. Ebben az esetben a képzésben résztvevőktől azt kérjük, hogy az első két év folyamán a 6 kötelező filozófia történet alapvizsgából 4-et végezzenek el, ez egy ilyen szint felhozó követelmény. A többi programon, az esztétikában, a film média kultúra elméletben, a művészettörténet programon, illetve a vallástudomány programon ilyen követelmény nincs. A művészettörténet programra elsősorban művészettörténet diplomával lehet bejutni, de az esztétika, a film média és kultúra elmélet, illetve a vallástudomány ebből a szempontból nyitottabb. Jelenleg azt mondhatjuk, hogy a legszélesebb kínálata van a filozófia tudomány területén a Filozófia Tudományi Doktori Iskolának. Azt hiszem, hogy nálunk képviselik a legtöbb irányzatot. Erősen interdisziplináris a képzés, a kutatóink és az oktatóink és a hallgatóink áthallgatnak más programok óráira, tehát van egy ilyen kooperáció. Több kutató műhely működik eredményesen, számos konferenciát szervezünk, most már a hagyománya van, hogy az esztétika, művészetelmélet minden évben konferenciát szervez, nálunk a Filozófia Intézetben is szervezünk a doktoranduszok számára konferenciát. Ugye ez azért fontos, mert a doktori képzésben, amit majd később fogok egy picit részletesebben elmesélni, nagyon fontos rész az, hogy a tudományszervezésben és a tudományos életben is például konferencia részvétellel szerepeljenek a doktoranduszaink. Úgyhogy ezt igyekszünk is előmozdítani, illetve lehetővé tenni, és hát kollegiális a légkör, ez azt jelenti, hogy
örülünk annak, hogyha valaki olyasfajta témával foglalkozik, amit mi is szeretünk, és ez a felsőoktatási munkában a legérdekesebb feladat, a doktoranduszok oktatása. A magyar mellett angol nyelvű képzések is vannak. Ami tisztán angol nyelvű képzés, az jelenleg a logika és tudományelmélet program. Más programokon belül pedig részben angol nyelvű, részben pedig magyar nyelvű képzések zajlanak. Elsősorban itt az analitikus filozófiát, a politika filozófiát és az esztétikát említeném. De a beérkező külföldi hallgatóknak egyébként konzultációs alapon és külön szervezéssel amúgy meglehetősen sok angol nyelvű kurzust tartunk. A finanszírozási formákkal kapcsolatban az alábbi információkat mindenféleképpen érdemes tudni. Magyar doktori jelentkezőknek két lehetőség van, az ösztöndíjas, illetve az önköltséges képzés. Az ösztöndíjas képzés ugyanakkor nem csak magyar állampolgárokra vonatkozik, hanem ösztöndíjas képzésre jelentkezhetnek EU-s állampolgárok is. Az ösztöndíjas és az önköltséges képzéssel kapcsolatos legfontosabb információk az alábbi linken megtalálhatók. A külföldieknek ugyanakkor van még egy másik támogatási lehetőség, ösztöndíj lehetőség. A nem EU-s tagállamból érkező, érdeklődő hallgatók számára a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program áll a rendelkezésre, ami közel 90 országgal kapcsol össze minket, 5 különböző kontinensről, de ők ugye nem EU-s tagállampolgáraiként kerülhetnek be a képzésbe, illetve a Magyarországon kívül élő magyar hallgatók számára a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj Program nyújt lehetőséget a képzésben való részvételre. A felvételi vizsga egy döntő jelentőségű mozzanata az egész képzés megkezdésének. 3 szempont alapján értékeli a felvételi bizottság a jelentkezőket. Egyrészt a disszertációs kutatási téma megalapozottsága, korszerűsége, fontossága, tehát hogy mennyire jó és érdekes egy ilyen téma. A második pont a felvételi beszélgetésen nyújtott szakmai teljesítmény. Ugye úgy néz ki egy felvételi, hogy egyrészt megkérjük a jelentkezőt, hogy számoljon be a kutatási témájára, röviden foglalja össze, és utána a kutatási témával kapcsolatban kap kérdéseket, illetve olyan általános elméleti kérdések vonatkozásában, amelyek fontosak lehetnek az ő kutatási témája szempontjából, illetve a bizottság számára informatívak arra nézve, hogy mennyire felkészült a jelentkező. A harmadik szempont pedig a korábbi szakmai tevékenység, tehát vannak esetleg publikációk, konferencia részvételek vagy tanulmányi versenyen elért eredmények. Az összes aktuális témakiírás az alább megadott linken található a doktori.hu oldalon, nem pedig az ELTE BTK honlapján. És ugyanígy a felvételi követelmények részletes leírása megtalálható a következő linkeken, tehát az általános követelmények magyarul, angolul, illetve a speciális követelmények magyarul, angolul. Jó, a doktori képzés az új rendszerben 4 éves, kétszer két évre bomlik. Az első 4 fél évben szakmai kurzusokon kell részt venni, tehát ez úgynevezett oktatási szakasz. Ennek a jellege elsősorban szemináriumokon való részvétel, közös szövegolvasás, szövegelemzés, az együttműködésnek, az együtt elemzésnek, az együtt kutatásnak a különféle formáinak az elsajátítása, stb. Stb. Ezt az oktatási szakaszt zárja le a komplex vizsga a második év végén, ahol egy független bizottság megítéli a hallgató előrehaladását, a benyújtott tervezett kidolgozottsági fokát, általában egy 30-40 oldalas szöveget kérünk, ami már képet ad a disszertáció előrehaladásáról, és hogyha a komplex vizsga sikeres, akkor következik a második szakasz, ami ugyancsak 2 év, vagyis 4 fél év, ezt nevezzük kutatási szakasznak, ekkor már nincsenek kötelező órák, ekkor viszont gondolni kell arra, hogy az adott doktori program követelményeinek megfelelő publikációk megszülessenek, tudományszervezési munkában vegyen részt a doktorandusz, illetve
adott esetben az oktatásban is vegyen részt. Amikor ez az időszak lezajlott, akkor elvileg, ugye, hát valamikor meg kell, hogy szülessen a doktori disszertáció, klasszikus esetben a 4 éven belül, vagy a 4 év végére megszületik a doktori disszertáció, ekkor lehet megindítani a doktori eljárást, aminek az első lépése egy belső vita, ez még nem a végleges vita, ez azért fontos, mert ekkor a doktorandusz az eddig elkészült disszertációját először teszi ki kritikai tekintetnek, és akkor még bőven van idő arra, hogy az elhangzó kritikák értelmében átalakítsa, átformálja, javítsa, és dolgozzon rajta. Amikor lezajlott a kutatóhelyi vita után kötelező 3 hónap, vagy esetleg még több idő, akkor a disszertációt végleges alakban be lehet nyújtani, és akkor utána ezt követően megtörténik a disszertáció nyilvános védése. Mit nyújt a Filozófia Tudományi Doktori Iskola? Hát számos a magyar filozófiai életben kiváló és nagy nevű témavezető témavezetését, hallgatóközpontú kurzusokat, amelyekben nagyon sok beszélgetés várható, tehát itt a doktori képzésben már nem előadások zajlanak, hanem a legfontosabb az, hogy szövegeket elemzünk, értelmezünk, filozófiai problémákat áttekintünk. A tudományos támogatásra is nagy hangsúlyt fektetünk, tehát tájékoztatjuk a hallgatókat a publikációs lehetőségekről, konferenciákról, workshopokról, kutatási projektekben való esetleges részvételről, illetve támogatjuk őket, hogy részt vegyenek mobilitási programokban, tehát külföldi ösztöndíjakat kapjanak. Remélem, hogy sikerült a legalapvetőbb információkat elmondani, és szeretettel várjuk Önöket, titeket a doktori képzésünkre. Köszönöm szépen a figyelmet!